kezdettől fogva, elejétől fogva ő mindent összeszedett, az is az anna után szó. Kezdettől fogva, elejétől fogva, szükségből kezdettől fogva, elejétől fogva született legyél, hogy anna után legyél. Jó, ez így na most, a következő apostolja, Péter apostol, ahol előjön ez a gondolat, én azt látom, hogy így megnéztem ezek az igéket, hogy ez egy általános gondolat volt náluk, hogy az embernek az eredetét nem onnan származtatták, hogy újjá született. Természetesen, amikor valaki Istennel találkozik, és megtapasztalja ezt az életet, úgy éli át, ugye ez az élmény így lehet élni, mintha újjá születtem volna. Minthogyha teljesen minden megváltozik. De ezt az, amit mondtam az elején, így éli át, ezt tapasztalja meg, és ez egy valódi átélés, valódi megtapasztalás, de nem kell ebből teológiát csinálni. Amikor bementem a moziba, nekem onnantól élmény a csillagok háború, vagy bármi, onnantól élmény, de nem ott kezdődött a film. Nekem onnantól élmény az életem, hogy találkoztam Jézussal, mert akkor találkoztam az életemmel, de nem ott kezdődött el az egész. És mert akkor értek, akkor ez nem így van, hanem kezdettől fogva. Na az 1 Péter 1:3-ban azt mondja, hogy áldott az Isten, ami Úrunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Itt az Anna Gennao van, ez az először volt az a Gennao Anna után, ez meg Anna Gennao ugyanaz, csak itt ilyen ikekötős szóként mondja le. Tehát azt mondja, hogy fent születtünk, az ő irgalmassága szerint fent szült bennünket élő reménységre Jézusnak a halálból való feltámadásával. Ebben az igében is azt látszik, az apostolok hittek abban, ami a Hózsás 6:2-ben volt, hogy második nap megelemelik bennünket, és harmadnapon benne feltámadok. Itt is azt látszik, hogy nem akkor születtél te fent, amikor átéled, megtapasztalod ezt, hanem azt mondja, hogy az ő feltámadása által. Most ugye ez a feltámadás, vagy az eredeti teremtés által, a feltámadás az új teremtés, akkor lehet újra helyreállítva. De az a lényeg, hogy nem az a pillanat, amikor valaki ezt átéli. Ez miért fontos? Mert ha máshogy nézed az embereket, bármelyik ember most már akkor látja az ember, hogy ugyanaz az eredete, de lehet, hogy még nem tudja. De amikor ezt mondod neki, ez az, ami rezonál benne, ami pozitívan hat rá, ami jó neki. Nincs ebben semmi kárhoztatás. Az a kárhoztatás, hogy ő a sötétségben van, és nem tudja ezeket az egészet. Mi pont az örömüzenettel kihozzuk őket a kárhoztatás alól. De az nem örömüzenet, amiben benne van a kárhoztatás, hogy te így, meg úgy, meg ahogy. Pont az nem igaz rá, amit ő hisz, ami hazugságban él, sötétségben, és azt hiszi, hogy igaz, de ez pont nem igaz rá. Mert tudjuk azt, hogy ez az igazság, amit mondom neki. Most ez az Anna Gennao, hogy fent született, a 23-as versben újra azt mondja, mint akik, Károly ígérje, újonnan születtetek, nem romlandó hangból, ugyanaz az Anna Gennao, mint akik fent születtetek, nem romlandó hangból, de romolhatatlanból. És itt már bejön az Istennek az igéjától, ugyanaz, ami a János apostolnál van, hogy az igéből lett mindenki, a Péter mondja, romolhatatlan magból születtetek fent. Ez pont ez a gondolat a Jakabnál úgy jön elő, ez a Jakab 1:17-nél, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék, itt arra szoktunk gondolni az Úrnak a dolgok, amiket ő ad. De te, meg én, meg minden ember, az egy jó adomány, az egy tökéletes ajándék, felülről való, és ugyanaz a szóval, és a világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak az árnyéka, és utána konkretizálja, az ő akarata szült minket a valóság igéje által. És ugye később itt azt mondja, hogy Jézusban látjuk az eredetünket. Tehát mindezek a János apostol, a Péter és a Jakab is, a Titusnál van egy kicsit, az egy kicsit más gondolat, ez is hasonlóan hozta, azt lehet látni, hogy azt mondják, hogy az ember fent született. A Pál azt mondja, hogy mi mennyei állampolgárok vagyunk valóban, mi onnan származunk, mi az egész való az Istenből ered, romolhatatlan magból, a valóság igéje által. Ez az, amit aztán újjászületésnek lett lefordítva. De
Jézusnak az volt az üzenete Nikodémusnak, hogy szükséges volt az, hogy ti te születettetek, legyetek. Ez, én azt gondolom, hogy sokkal tágabb nem perspektívában, hanem az elejében, meg a végébe teszi az életünkbe. Máshogy nézed az ember, azt az ember. Ahogy Jézus úgy nézett mindenkit, aki Isten ellen lázadó volt, bűnös, ugye abban az időben az volt igaz, mindenkire nincs egy igaz sem, és mindjárt a védkeztek. De mégis azt mondja, hogy az övéi közé jött el. Azok közé, akik az ő ugyanabból a tőről származtak, de ők ezt elfelejtették. Na, hát nagyon röviden ennyi tulajdonképpen az újjászületés, majd még biztos lesz róla szó. A bővebben is, de ez egy ugye az egyik ilyen nagyon nagy ilyen alaptanítás. Még a Titusnál van ott ilyen paligenézisnek mondja, ami egy ilyen helyreállítás, új kezdetet jelent, az is újjászületésnek van lefordítva. Tehát ahogy én, most azért mondom így, hogy mindenkinek lenne szabadság a másik mondani, és ugye Pál is azt mondta, hogy a bérebeliek megkérdezték, hogy így vannak ezt, mondtam a rádióban is. Nem kell, ha nem értesz egyet vele, kérdezd meg, hogy valóban így van-e. Nézd meg magad azokat az igéket, ne hidd el, akkor, hogy úgy van, hogy én mondom. De amit én ezeket megnéztem, ezt látom, hogy az van odaírva, és a kontextusából nekem ez így jön le. Ez nem egy egyszerű ilyen kis élmény, hogy valaki újjá akar születni, hanem ez az embernek, minden embernek a fentről, az Istentől való származását, eredetét, születését, teremtettségét, az igéből való, nem emberi akaratból való eredetét jelenti. És amikor ezt mondjuk, ez egy örömhír az embernek, ez Jézusban állt helyre, ez az új teremtés. Egyszerűen ez csak a hallja és hisz, ennyi az egész. Ennek kell, ez az, ami változtatni fogja tetteit. Ha nem az evangéliumot nem érinti az ember egészét, az ember lényét, akkor csak egy ilyen törvényt fogunk életni, hogy ez nem jó cselekedetek, ezeket meg kell változtatni, ezek alapján fog az ember mások cselekedni. Ámen. Halleluja. Köszönjük neked, Jézus, hogy te azt tanítottad, Uram, hogy anno utána, Uram, azt mondtad a Nikodémusnak, hogy szükséges az, hogy bent születettek legyünk, Uram. Hálát adunk neked ezzel, Jézus. És Uram, te taníts bennünket ezzel, Uram, te adjál igéket, kijelentéseket, Uram, mindenkinek, hogy ezt lássuk, Uram, és akikkel találkozunk, hogy őket is úgy lássuk, Uram, hogy ahogy Jézus eljött az övéi közé, és az övéi nem ismerték fel, hogy ő kicsoda. Köszönjük, Uram Jézus, hogy itt van ez a világosság, most mi vagyunk a te világosságod, Uram, és meg tudjuk világítani mindenkinek ezt az igazságot. Jézus nevében. Amen. Halleluja.